Egy baleseti helyszín képeit látjuk. Szerencsére nem valódi helyszínen is történik, de egyáltalán nem ritkák az ilyen is ehhez hasonló balesetek. Nyíregyházán a Szent István utcán rengeteg üzlet és szolgáltató van, akik naponta tapasztalják azt, hogy sokan nem a KRESZ szabályainak megfelelően közlekednek. Itt most itt állunk a Szent István utcánál a Szabolcs bútornak az épülete előtt. A figyelemem felhívásnak a lényeg az lenne, hogy a kerékpárosok és a rolleresek közlekedésére egy kicsit kitérjünk. Az itt közlekedő kerékpárosokat szeretnénk ebben az oldalban megállítani, annak céljából, hogy tájékoztassuk őket a pontos és szabályos közlekedésről. Ugyanis az a helyzet, hogy hiába az út mellett épített kétirányú kerékpárforgalmi sáv van, a kerékpárosok ezt nem igazán használják. Van, aki használja természetesen, de javarészt mindig itt kerékpároznak ebben az oldalban, ami ugye a gyalogosok számára kijelölt útszakasz az útest mellett. És ebből fakadóan ugye nem gondol a kerékpáros arra, hogy milyen tömeggel rendelkezik a mozgás energiájával kapcsolatosan. A rolleres nem gondolkodik el ugyanezen a dolgon, és az itt lévő épületekből kilépő gyalogosok sok esetben veszélyes helyzetben vannak ezáltal. Egy baleseti helyszín mindig emlékeztet minket arra, hogy a baj egy pillanat alatt megtörténhet. Viszont fontos az is, hogy a jó gyakorlatot pozitívan megerősítsük, így itt már meglepetéssel várták azokat, akik szabályosan kerékpárjukkal és rollerükkel a bicikli úton közlekednek. Negyre többet találkozunk a városban rolleresekkel. Ugye a KRESZ meghatározza az, hogy mi minősül segédmotorkerékpárnak, mi minősül kerékpárnak. Hogyha egy roller olyan teljesítményű, vagy ezek a járműek olyan teljesítményűek, amely meghaladja a KRESZ-ben előírtat, az ugye segédmotorkerékpárként minősül, ugye is akkor bukós is a használata kötelező, és nem is közlekedhetnek ugyanott, ahol a kerékpárosok. A flashmob tulajdonképpen arra szolgál, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy felelősséggel vegyünk részt a közlekedésben. Bordás Béla városgondnok kiemelte a szülői felelősség fontosságát. Nagyon sok esetben szerelnek fel úgynevezett forgalmi tükröket, amik a biztonságot szolgálják. De nem mindenhol van ilyen forgalmi tükör. Ezek is nagyon jó segítségképpen szolgálnak a közlekedés terén, viszont a körülnézés és a körültekintés az nagyon jó, és a kedves szülőknek a példamutató magatartással kell a gyermekeket nevelni. Reggelről reggelre felhívna a gyermek figyelmét, azért indulunk hamarabb, hogy biztonsággal beérjünk az iskolába, óvodába, vagy én a munkahelyemre, mint szülő, a gyermek figyelmét felhívja, ugyanis a sietségnek nagy ára van, és nagy ára van akkor, amikor egy baleset történik. Tehát ha megtanítjuk a gyereket, hogy a kijelölt gyalog át kelljen, hogy haladunk át, szétnézünk, a kapusznyit nem húzzuk a fejünkre, mert a látásunkat az korlátozott, az oldalirányú látásunkat. Ezek nagyon fontos és hatékony dolgok, ha a kedves szülő felhívja a figyelmét a gyermeknek a veszélyre, a veszélyforrásokra, hisz rengeteg veszélyforrás van, a közlekedés egy nagyon veszélyes üzem. A szabálytalanul közlekedőket megállították és átkísérték a túloldalra, ahol nekik is járt a csokoládé és a bicikli csengő. Sokan megálltak és valódi balesetként értelmezték az installált helyszínt, ilyen módon a felhívás talán elérte a célját.